Professzor dr. Merkeli Béla kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektorának előadását hallgathatták meg tegnap a győriek. A Szent Morpári Jelség Bencés Estek nevezetű programja keretében a rektor a pandémiáról, annak tanulságairól és a Semmelweis Egyetem szerepéről beszélt. A Győr Plusznak adott interjújában kiemelte, a negyedik hullámban kombinált védekezésre van szükség. A pandémia jelenlegi helyzetében kombinált védekezésre van szükség. Meg kell akadályozni a relatíve magas közösségi fertőzés szintjén, hogy az egyik szeméről a másikra átjusson a vírus, ez pedig a maszk használat kötelező vétételével, valamint a másfél méteres távolságtartással, megfelelő higiéniás szabályok bevezetésével lehet elérni. Ezt természetesen ki kell, hogy egészítse a széleskörű oltakozás, az első, a második és a harmadik oltásnak a felvétele. A professzort arról is kérdeztük, miként segíti az oltás a védekezést. Ezt a negyedik hullámot egyértelműen a delta variáns hozta létre, mint a harmadikat a brit variáns, és ez a delta variáns azzal tudott egy jelentősebb járvány hullámot létrehozni, hogy képes volt oltottakat is megfertőzni, de ugyanakkor ezek az oltottak természetesen sokkal nagyobb biztonságban vannak, mint az oltatlanok, hiszen a kórházba kerülés veszélye, valamint az életveszélyen járó kórkép kialakulása sokkal alacsonyabb. Dr. Merkeli Béla szerint az oltás életet menthet. Az izraeli adatokból pedig az látható, hogy amennyiben a lakosság 40-45%-a beadatja a harmadik oltást is, akkor megfékezhető a járvány, és így van esély rá, hogy nyugodt karácsonyunk legyen. Azt tudni kell, hogy a harmadik oltás felvétele esetében is 2 hétre van szükség ahhoz, hogy a megszokott, azaz a 2 oltásnál tapasztalt évelei egyértelmű fertőzést akadályozó hatása az oltásnak meglegyen. Annyi történt, hogy a 2 oltás 6 hónapot követően a fertőzéssel szemben jelentősen veszített az erejéből, miközben megtartotta az életnek a védelmét és a súlyos lefolyású megbetegedésektől való védelmet. A fertőzés vonatkozásában veszített az erejéből, azaz az oltott személy is képes lett az esetek egy részében a vírust más betegre átvinni. A rektor a Semmelweis Egyetem kórházaiban fekvő koronavírus fertőzöttek adatairól is beszélt. 270 beteget kezelünk a Semmelweis Egyetemen, 2/3 oltatlan, 1/3 oltott. Az intenzív osztályokon 90% oltatlan, 10%-a oltott. A műtüdön lévő 5 betegünk közül mindegyik oltatlan. Dr. Merkeli Béla hangsúlyozta, a delta és a delta plusz a legerősebb variáns. Valószínűleg a fertőzés sebességében van különbség, azaz a eddig is folyamatosan mutálódó vírus a fertőzésnek az úgynevezett virulenciáját tudta növelni, amit egyébként a korábban jól ismert reprodukciós rátában fejeztünk ki. Az eredeti vírusnak a reprodukciós rátája az körülbelül 2,5 lehetett. Ez a 2,5 azt jelenti, hogy egy viszonylag standard körülmények között egy megbetegedett személy 2,5 személynek adta tovább a vírusfertőzést. Ez 4-re emelkedett a brit variánsnál, és 8-ra a delta vagy indiai mutáns vonatkozásában, és úgy tűnik, hogy ez a 8-as R-érték, ez tovább növekszik a delta plusz esetében. A jelenlegi ismereteink szerint azonban a deltával azonos klinikai tüneteket és azonos súlyosságú kórképet hoz létre. A professzor arra is buzdított, hogy aki eddig nem tette, az a héten a regisztráció nélkül is elmehet az oltási kampányhétre, ahol be lehet adatni a Magyarországon jelenleg elérhető vakcinákat. Győrben a Petszaladár Egyetemi Oktató Kórház A0-ás épületében reggel 7 és este 7 óra között várják azokat, akik úgy döntenek, felveszik az első, második vagy a harmadik oltást.